Szeptember 9-én 16 óráig kellett leadniuk a polgármester és képviselőjelölteknek az ajánlóíveket a helyi választási bizottságnál. Így most arra kialakult, hogy kikre szavazhatnak a Balatonfüredi választók az október 13-ai önkormányzati választáson. A városban 11.419-en adhatják majd le voksukat valamelyik jelöltre. A városi képviselőtestület a polgármester mellett 11 képviselőből áll majd össze, közülük 8 egyéni választókörzetből, 3-an pedig a pártok kompenzációs listájáról kerülnek be a testületbe. Október 13-án 5 évre választunk képviselőket és polgármestert. Összeszedtük, hogy a választás.hu oldal adatai szerint kikre lehet majd szavazni, melyik körzetben hányan és pontosan kik indulnak egyes választókörzet, Gubenyák Gyula, DK LMP. Molnár Judit, Fidesz KDMP. Pajs Imre, független. Kettes számú választókörzet, Kispéter József, Fidesz KDMP. Német István, DK LMP. Pálfi Károlyné, független. Hármas számú választókörzet, Drenyoszki Tünde, DK LMP. Rojtos Norbert, Fidesz KDMP. Négyes választókörzet. Illés Hajnalka, Fidesz KDMP, Nagy Jenő, LMP. Ötös számú választókörzet. Böröc István, Fidesz KDMP, Takács Miklós, DK LMP. Hatos számú választókörzet. Gáspár Ákos, Fidesz KDMP, Újhelyi nékároi Krisztina, Jobbik hetes számú választókörzet. Dr. Hajba Csaba Zsolt, DK LMP, Holzer András, Fidesz KDMP. 8. számú választókörzet, Hári Lenke, Fidesz KDMP, Dr. Szalai Gábor, DK MSP LMP. Balatonfüreden a megadott határidőig egy polgármester jelölt adta le az ajánlóiveket, így a városban a polgármesteri székért egyedül dr. Bóka István indul. Október 13-án vasárnap reggel 6-tól este 19 óráig lehet majd szavazni. A városban 8 szavazókör van. Hogy kinek hol kell voksolnia, azt a választási értesítő tartalmazza, amelyet mindenkinek postázott a Nemzeti Választási Iroda. Aki ezt esetleg mégsem kapta meg, panaszával a helyi választási irodához fordulhat.